Szeretettel üdvözöljük a ProHardware TV nézőit, ismét egy hír összefoglalóval jelentkezünk. Az Intel tesztelési célokra már elérhetővé tette a Skylake vPro technológiáját, ami a hagyományos vPro szoftveres nyalánkságain felül ezúttal egy hardveres újítással bővült. Ez az Intel Authenticator, ami tulajdonképpen egy olyan hardveres támogatású hitelesítési eljárás, mely biztonságosabbá teszi a felhasználók beazonosítását a számítógépen. Teszi ezt úgy, hogy három védelmi módszert, a jelszót vagy PIN-kódot, a mobiltelefonos biztonsági kódot, valamint a biometrikus azonosítást kombinálja. A megoldás fő újítása, hogy a már bekonfigurált rendszerben az azonosítási adatok rögzítése, titkosítása, tárolása, valamint egy azonosítás során az egyezés elemzése már hardveres szinten történik. Frissült a Corsair Vengeance LPX DDR4 memóriacsalád, aminek következtében csak úgy repkednek a gigabájtok és a megahercek. A 32, 64 és 128 gigabájtos összkapacitású csomagok rendre 3600, 3333 és 3000 megaherces órajellel próbálnak a vásárlók szívére hatni. A legnagyobb kapacitású 8 darabból álló szettel a Haswell E-platform tulajdonosokat célozták meg, míg a 4 modul számláló 64 és 32 gigabájtos csomagok a Skylake ideálisak. A már ismertetett órajelek eléréséhez természetesen elengedhetetlen a tuning, de a Corsair azt ígéri, hogy a megadott frekvenciák fölé is húzhatóak moduljaik. Feltéve, hogy előbb kicsengettünk a 128 GB-os kitért $1175, vagy a 64 GB-osokért 560-at, míg a 32 GB-os szélsebes változatokért 350 zöld hasút kell az asztalra csapni. Megjelent a Fractal Design kínálatában a Define S házcsalád legkisebb mini ITX alaplapokat fogadó tagja, a Nano S, ami elérhető lesz ablakos és teli oldallapos kiadásban is. Nem meglepő módon a Nano egy az egyben a normál méretű Define S kicsinyített mások, így a letisztult külső mellett most is szerepet játszott a rugalmas bővíthetőség, a hatékony hűtés, valamint a csendes működés. A kisméretű platform számára próbáltak bőséges helyet biztosítani a kaszni belsejében, ami többé-kevésbé sikerült, bár a legnagyobb végia és tápszörnyekről le kell majd mondani, nem úgy, mint a különálló szivattyúval és tartállyal ellátott vízhűtésről, aminek csináltak helyet. Akinek megtetszett a Nano S, az leghamarabb márciusban juthat hozzá kiviteltől függően 65 vagy 70 dolláros áron. Túlmelegedhetnek, ezért tűzveszélyesnek minősítette a 2015. július 15-e előtt értékesített Surface Pro, Pro 2 és Pro 3 táblagépeinek tápkábeleit a Microsoft. Bár eddig nem érkezett hírek túlmelegedő tápokról, vagy ezzel összefüggésben lévő meghibásodásokról, mégis azt javasolják, hogy az érintett gépek tulajdonosai ne használják a gyárilag mellékelt tápkábelt, amíg ki nem cserélik azokat, amiről a vállalat természetesen gondoskodni fog hamarosan, ingyen és bérmentve. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki gyártotta a sérülékeny kábeleket, de az biztos, hogy a probléma csak akkor fordulhat elő, ha túl durván, vagy sokszor ugyanazon a ponton hajlítják meg, esetleg kötözik össze a kábelt. A visszahívás egyébként nem vonatkozik a Surface Pro 4-re, sem pedig a Pro jelzés nélküli Surface masinákra. Köszönjük szépen figyelmeteket, egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!